A 9 hónap közösségi oldalára rengeteg kérdés érkezett önöktől, most ezek egy részére Celzer professzor itt a stúdióban válaszol. Professzor úr, nagyon sokan érdeklődnek afelől, hogy az új anyai vérből történő dankorszülés valóban kiválthatja az amniocentézist, ami ugye hasfalon keresztüli mintavételezést jelent 1%-os vetélési kockázattal. Igen, a válasz röviden az, mert ugye ez a lepényből származó DNS darabok alapján tudja a magzat kromoszoma rendellenességét igazolni, és ennek a biztonsága 99%. És azért legyünk őszinték, még az amniocentézisnél végzett kromoszoma vizsgálat biztonsága sem 100%. Mégis egyenlőre, mivel egy nagyon új módszerről van szó, a szakemberek, akik ezt kidolgozták, azt mondják, hogy igen, ha igazolódik is a dankor kockázata, hogy a biztonság kedvére egyenlőre még érdemes megcsinálni az amniocentézist, csak ugye ilyenkor azt kell végig gondolni, hogy mi különben az az 1%, mondjuk egy 35 éves asszonynál, ahol 0,3% a dankor kockázata, hát az döbbenetesen magas. De ha egyszer már 99% a dankor kockázata, akkor mondjuk az az 1%-os vetélési kockázat, akkor már egészen más megvilágításba kerül. Én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti korszak, és nagyon rövid időn belül már meg se kell majd csinálni az amniocentézist, és ez a vérvizsgálat elég lesz egyértelműen a dankor igazolására. Márta, 3 kisfiú, boldog édesanyja, de nagyon szeretnének már egy kislányt is. Van-e valamilyen mód arra, hogy biztosra menjenek? Nincs biztos. Én sokszor elmondtam, láttam Ausztráliába 96-ba, aztán Kanadába, Calgaryba 2002-be, hogy van egy tudományos módszer, ami külön tudja választani a kétfajta ondósejtet, amiben az egyikben az X van, abból lesz a kislány, a másikban az Y, ebből lesz a fiú, és ez a Sulman nevű találmány egyrészt a DNS mennyisége, másrészt egy festék alkalmazásával, mert akkor az X-kromoszómás ondósejt sötét, a Y-os világít, egy fotométerbe jól külön tudja választani a kétfajta ondósejtet, és a lány esély az 93%, de a fiú esély itt is csak olyan 75%. Nagy meglepetésemre, amikor én lelkesen hazajöttem, mert tudom, hogy milyen sokan vállalkoznának még gyerekre, akinek már van 1, 2, 3 fia vagy lánya, hogy legyen egy más nemű gyermeke is, ezt Magyarországon betiltották. És hát akkor az utolsó kérdés, nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy a professzor úr mit gondol arról 10 év múlva, hogyan történik majd a várandós gondozás. Hát nézze, én most azért 2 európai uniós konferencián vettem részt, és ott nagyon-nagyon elhatározták, hogy mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni ezt az optimális családtervezést, mert ez a jó indulás, ez alapvetően meg fogja határozni, hogy minél több egészséges kisbaba szülessen, és hogy azok a nagy szerencsétlenségek, a magzatvesztések, az értelmi fogyatékosságok, a fejlődési rendellenességek kiküszöbölhetőek legyenek. Tehát én nagyon várom, hogy majd most hagyd mondjak egy csúnya szót, hogy nekünk is megjön az eszünk, és majd élünk ezzel a lehetőséggel, hiszen minden édesanyában ott él ez a vágy, hogy neki egészséges kis babája legyen, és hogyha mi ezt el tudnánk fogadtatni velük, hogy ezért bizonyos dolgokat meg kell tenni, és akkor szinte garantálni lehet az egészséges kis babát, hogy eljön majd azért ez az idő. Professzor úr, köszönöm szépen a válaszokat. Én is köszönöm a kérdéseket, és a sok hónapos közös munkát.